Minden középfokú intézmény igyekszik minél több általános iskolásnak megmutatni, hogyan is folyik náluk az oktatás, mi az, ami miatt érdemes őket választani és felírni nevüket a felvételi lapokra. A Cegvédi Szakképzési Centrum BEM József Műszaki Technikum és Szakképzőiskola tegnap is ma tartotta nyílt napjait. Ma is sokan érkeztek az iskolába, de tegnap minden rekordot megdöntött az érdeklődők száma. 17. éve vagyok igazgató, és még ennyi tanuló sohasem volt. A tegnapi nap is megtelt az aula, de akkor annyira, hogy még a színpad körül is álltak, és az emeletre is fel kellett engednünk, és amint önök is látták, a mai nap is megtelt az aula. A BEM iskola már 139 éves hagyományokkal rendelkezik a szakképzés területén. Mindenkori céljuk, hogy a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően alakítsák ki szakmai kínálatukat. Erről a szakmai kínálatról most nem csak hallhattak az érdeklődő fiatalok. A divatszabászok ugyanis egy mini divat bemutató keretében be is mutatták, mi kerül ki a kezeik alól. De a rendészeti képzésben résztvevők is mutattak egy picit abból, mit is tanulnak. A tornateremben pedig tájékoztató várta a diákokat és persze szüleiket is. Nagyon részletesen hallhattak arról, hogyan is zajlik a felvételi, milyen fontos tudnivalók vannak ezzel kapcsolatban. De a nap folyamán interaktív foglalkozások is várták a jelentkezőket. Megismerhették a rendvédelmi, faipari, gépész, villamos és szépészeti képzéseket. Ez utóbbit olyannyira, hogy frizurát, sminket is kérhettek. A szépészet egyébként az egyik legnépszerűbb képzés. Kozmetikus, fodrász, rendész. Sajnos a műszaki szakmák iránt még nem olyan nagy az érdeklődés, de remélem, hogy sikeresek leszünk ezekben a szakmában is. A BEM iskola is bemutatkozott tehát a reményeik szerint leendő tanulóinak. Hamarosan ugyanis már dönteniük kell az általános iskolásoknak, hol szeretnék tölteni következő éveiket, milyen szakmát szeretnének kitanulni, vagy melyiknek az alapját szeretnék elsajátítani.